Közönség. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Mindazokat, akik elfogadták meghívásunkat, és jelenlétükkel megtisztelték mai együttlétünket. Velünk örülnek, velünk ünnepelnek ezen a délutánon. Az Egymás Segítő Egyesület megalakulásának 30. évfordulóját ünnepeljük ma. A 30. születésnapot. 30 év az emberi lét útján is mindenképpen az érett felnőttkor ideje. Egy intézmény életében még inkább az. Mára nem csak Pécelen és Isaszegen, de a környező régióban, sőt országos szinten is ismerté, közismerté vált egyesületünk. Közismert, jó hírű és már-már megszokott tényé vált évek, évtizedek óta, hogy létezik az Egymás Segítő Egyesület, az ESE, ahova lehet fordulni segítségért. De túl a megszokáson, ha valaki körülnéz mindkét telephelyünkön, végigjárja intézményeinket, óhatatlanul felmerül benne a kérdés, hogyan jött létre ez a csoda? Aki csak egy kicsit is ismeri a kezdeti időszakot, az elindulást, a hőskort, az pontosan érti, hogy nem túlzás, nem szónoki fordulat az, hogy egyesületünk létrejötte, fejlődése, kibontakozása és felvirágzása szó szerint csoda. Ezért a költő szavaival élve határkőnél hittel megállni, határkőnél visszanézni, hálás szívvel múltat idézni, csodákra emlékezni jó. 1989. június 5-én valami egészen új kezdődött el. Volt valaki, aki mert nagyot álmodni. Valaki, aki mert elindulni járatlan úton. Látta a kiáltó segítségre szorultságot, és hitt benne, hogy összefogással, gyakorlati lépésekkel a segítségre szorultság orvosolható. Mert és tudott túllátni az elinduláshoz szükséges anyagi fedezet és tárgyi eszközök teljes hiányán, és néhány társával együtt létrehozta az Egymás Segítő Egyesületet. 30 évvel ezelőtt, mind Pécelen, mind Isaszegen, intézményeink helyén, kopár, kietlen pusztaság fogadta az ide látogatót. Mára a pusztaság helyén több mint 200 idős számára teljes körű ellátást biztosító ápoló otthon működik itt. A több mint 160 dolgozónkkal pedig a régió egyik legnagyobb munkáltatójává vált egyesületünk. Elszántságból, kitartásból, segíteni akarásból falak emelkedtek, épületek nőttek ki a pusztaságból, és váltak virágzó szociális intézményé két telephelyen is. Az elmúlt 30 év gazdagon igazolta, hogy az a bizonyos egykori álom, az Egymás Segítő Egyesület megálmodójának álma igazi tetterővel, kitartással és segíteni akarással párosult. A mögöttünk levő három évtized jelképes útja nem volt sima, nem volt egyszerű. Voltak akadályok, komoly kihívások, nehézségek, szükség volt segítségre. A gondviselésnek különös ajándéka, hogy voltak, akik segítő kezet nyújtottak egyesületünknek a legszükségesebb időben. Ezek a segítő kezek nem csak határainkon belül,
de határainkon kívül is megmozdultak. Botroptól, Józgrundig, Hollandiától a hazai magánszemélyekig és közösségekig, és álltak oda egy nemes ügy mellé önzetlenül segíteni. Köszönjük ezt a 30 évvel ezelőtt létrehívott és megvalósított álmot, a rendíthetetlen kitartást és minden segítő megmozdulást. Ünnepi műsorunkat kérem, fogadják szeretettel! Most pedig munkatársaink népek táncát adják elő. A táncot betanította Bánszkiné Varga Judit, a Csata Táncegyüttes művészeti vezetője. Pedig az Egymás Segítő Egyesület elmúlt 30 évének története következik, Dióhéjban elmesélve, jelképesen dolgozóink gyermekeivel és munkatársainkkal, narrátor Durkó Sándor. Köszönjük, majd meglátjuk, hogy mi lesz ezzel a fával mindjárt, és ez központi szerepet fog játszani az elmúlt időszak visszaemlékezéseivel is. És akkor emlékezzünk. 1989. június 5-én megalakult az Egymás Segítő Egyesület Pécelen, a Kálvin tér 5-ben, a régi Hazafias Névfront székházában. Németi Mária megálmodott és létrehozott egy olyan önszerveződő csoportot, aminek hitvallása és alappillére a rászorulókon való segítés és közösségteremtés. A 20 alapító tag belépési nyilatkozata bizonyította, hogy lehet és kell álmodni. 1992-ben az építkezés folytatódott. Újabb önkéntesek és adományok érkeztek a határon túlról. Hollandiai önkéntes fiatalok csoportja több héten át hordta a téglát, keverte a betont, növekedtek a falak. Besegítettek a péceli fiatalok is a közös építésben.
Folytatódtak a bevált programok, segítőakciók, házi segítségnyújtás, az analfabéták segítése, gombaismertető tanfolyamok. A közösség tábora tovább szélesedett, a Holland Alapítványok magyarországi vezetője, Kobarnicki Edit vette pártfogásba is az építkezést. Földfoglalás Isaszegen. 2001-ben az isaszegi önkormányzat 1 hektár területet adott egy új segítőház létesítésére. 186 nap alatt egy 900 négyzetméteres épület nőtt ki újból a semmiből. A terv egy ápoló és rehabilitációs központ létrejöttét körvonalazta szakaszos építési ütemben. Ezerháromban is a Szegen tovább épülnek a házak. 186 nap alatt felépült első ütemben, a lakóotthon után a fogyatékosok nappali intézménye nyitotta meg kapuit. Csodájára járnak a szomszédok a növekvő 2. épületnek is. Itt kap helyet majd a konyhaüzem és több szinten az új ápolóotthon. Ben eljött egy újabb kerek évforduló, 20 éves lett az ESE. A 2 évtizede indult elképzelés 174 munkatársnak nyújtott megélhetést munkaviszonyban. Az egymás segítés tartalma elmélyült, és minta lett a régióban és az országban. A kihívásokhoz való alkalmazkodás edzetté tette a szervezetet, és céltudatossá a vezetést. Érdemes volt így gondolkodni, mert amit elértek, hitből, jó szándékból, odaszánásból működött, és sikeres is lett. Itt maradok örök, a 67-es út mellett, az árok parton ülve, nyár éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennyörök, a csillagokkal, ha szédülök, esik az eső és nem találsz rám. És eljött 2014, vele együtt a negyedszázados jubileum. 25 éves lett az ESE. A kezdeti álmok mérhető emberléptékű, stabil, valóságos egységé kovácsolták a szervezetet. Németi Mária elnök és munkatársai számos hazai és külföldi elismerés mellett a legigazibb ajándékot kapták a külvilágtól, elfogadást, tiszteletet és szeretetet. Június 1-én pedig ünneplünk az Egymást Segítő Egyesület 30. születésnapját. Örüljünk és ünnepeljünk együtt. Ma délelőtt Csíksomjon a pápa azt mondta, hogy harcolni és küzdeni kell együtt a közös célért. Az ESE ezt megtette. Isten áldása legyen mindnyájunkkal.